Iskolánk arcpolitikája a szeretetre és a sikerélményre épül. És mindezt családios környezetben szeretnénk a gyerekeknek közvetíteni, hagyományainkkal, a nevelő, oktató munkánkkal, egyáltalán azzal, hogy ezeknek a gyerekeknek a teljes személyiségüket igyekszünk fejleszteni. És mindezt aznak a reményében tesszük, hogy közben itt jól is érzik magukat. Mint végző magasépítő technikus, illetve aktív sportoló, rengeteg élményben gazdagodtam itt a Hildben. Dök gyűléseken vettem részt, ezáltal rengeteg eseményben is, mint narrátor, versmondó, mindemellett Melita tanárnőnek és a csapatjának is aktív tagja voltam. Technikaórákat tartottunk az általános iskolásoknak. Fontos volt, hogy átadjuk az építészet szépségeit, ezáltal ez nekem is nagyon remek élmény volt, ugyanis rengeteg embert megismertem. Az építészet az, ami igazából úgy a szívemhez közel áll. Ezen belül is a munkavédelem, ugyanis fontos számomra, hogy biztonságban tudjam az embertársaimat. A klasszikus szakmák alatt értettem a köműves, a burkoló, az asztalos, a szobafestő szakmákat. Grácer Máté vagyok, első éves asztalos, 15 éves, és azért választottam ezt a szakmát, mert nagyon szívesen dolgozok a fával, mint faanyag, és otthon is nagyon szívesen csinálok fával dolgokat, vagy bütykölök, vagy bármit, meg szívesen átmegyek ismerősökhöz, akik asztalosok. Egyébként abban is bízunk, hogy a szülők és a gyerekek felfedezik újra ezeket a szép, klasszikus szakmákat az építőipar és a faipar területén, mert valljuk be, nagy hiány van belőle. Orvosi Áron vagyok, 15 éves. Azért választottam a Hild iskolát, mert a szakmákat szerettem volna tanulni. És az Hild az pont egy olyan iskola, ami megtanítja a normális szakmákat. És azért választottam a festőszakmát, mert édesapám van már régóta a festek, voltam. És nagyon megtetszett a szakma. Nagyon sok programmal próbáljuk színesíteni nekik a hétköznapjaikat. Vannak egész nagyméretű iskolai rendezvényeink is, de vannak apró osztályszintű, illetve a diák önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit szemünk előtt tartunk, hogy ez mindig a gyerekek kedvére szóljon, az ő ötleteik és az ő kéréseik alapján találjuk ki a programokat, illetve javítunk a következő tanévben a programokon. Több rendezvényen is részt vettem, mint például a Coca-Cola Kupa, Diákolimpiát nyertünk, ami által kijutottunk az országosra, ott is egész szép eredményeket értünk el, ezáltal rengeteg serleget hoztunk az iskolának, amikre nagyon büszkék vagyunk. Mi igyekszünk, és én ezt a kollégáim nevében is szerintem mondhatom, hogy igyekszünk, amikor bekerül egy gyerek az iskolánkba, akkor olyan szinten megismerni őket, hogy mik azok a pozitív tulajdonságaik, amiknek a kiemelésével be tudjuk őket vonni. Itt meg kell említenem, hogy vannak gyógypedagógusaink, és nagyon büszkék vagyunk erre a feladatra. A városban és a környéken egyedül csináljuk azt a fajta speciális szakképzést, ahol enyhefogban sérült gyerekeknek gyógypedagógusok segítségével igyekszünk megalapozni a jövőjét, az életét. Tarjáni Jenő vagyok, a magasépítő technikus osztályba járok, 11A osztályos tanuló, és igazából azért választottam ezt az iskolát, mert én már 8. osztály után eldöntöttem, hogy építész szeretnék lenni, és ezt az iskolát találtam a legmegfelelőbbnek. Hát én remélem, hogy digitális tervező leszek, és de előtte még el szeretném végezni a Műszaki Egyetemet, és onnan ugye tovább menni, amerre tudok.
Én úgy látom, hogy jól érzik magukat a gyerekek, és legfőképpen ezt abból tudjuk lemérni, hogy nagyon sok volt diákunk, akár most a szalagavató kapcsán visszajött és szerepelt is. Visszajönnek, bekopogtatnak, bármikor jöhetnek egyébként, és úgy látjuk, hogy az ismerőseik, rokonaik is néha ezáltal kerülnek ide hozzánk, és ez nagy örömünkre szolgál.